know the power of the dark side. Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jöjjön még több Star Wars. Igen, a játék még mindig jó, még mindig élvezetes, nagyon addiktív, azt kell mondjam, és még ennyi időt el is, pedig csak egy béta is, két pálya jött csak ki, és abból is szinte csak az egyiken játszok, és kurvára élvezem, és nagyon jó, és ahogy egyre inkább belemerülök, ebbe a semmit nyújtó bétába, úgy értem tartalmilag szinte semmi nyújtó bétába, de jobban élvezem, és ez egy tök jó dolog. Úgyhogy most beszélgessünk a mindenféle Star Wars-os dolgokról, ugye a játékban, ugye általánosan. Hasznos tippek, nem hasznos tippek, és a többi. Kezdjük a ősökkel, kurva jó. Nagyon bosszant, hogy pályán felvehető tagok ezek a hősök. Lehetnének ilyen spawnon felvehető tagok, hogyha a BF4-ben megoldható az, hogy mindenkinek legalább egyszer jusson egy tank a pályán, akkor mindenkinek egyszer juthat egy Darth Vader is. És valamiért nekem nagyon zavar az, hogy ilyen pályán felvehető keresgéljed, ha keresgélni kezdett, akkor kimaradsz a csatából, lemaradsz egy csomó mindenről, és így ez nem annyira frankó. Viszont a megoldás az, hogy így lejár az idő, meg ilyesmi, az tök jó meg van csinálva, és ez jó dolog. Azt szeretjük. Mindenki azt mondja, hogy a hősöknek van a féle sajátos képességeik, vannak ez igaz, de hogy egyike így kell játszani, másik úgy kell játszani. Úgy vettem ezt, hogy mindegyikkel azért, ha éppenséggel nem bele akarsz rásolni a csatába őrült fejjel, mint ahogy én szoktam, akkor érdemes megfontoltabban játszani. Mind az összesen nagyon sajátos maga ilyen crowd control képességei, de nem mondom, hogy olyan képességek, amire Isten igazából de kurvára lehet számítani. Nagyon el kell találd a helyzetet, amikor azok a képességeknek jó hasznát látod. A probléma az, hogy a pályán vagy mondjuk 10 játékból kétszer lesz a lehetőséget, hogy hőssel játsszál, mert olyan szinte el vannak szóra a pályán, és vagy megtalálod, vagy nem megtalálod, aztán inkább nem is keresed, mert nem akarsz kimaradni a csatából. Ezen tök jó lenne változtatnának, valahogy másképp, hogy spawnra beraknák őket, vagy mindig egy bizonyos olyan helyre, mert össze-vissza találni a pályákon az igazság. És ez úgy egész jó lenne, hogy végig menne egy számláló, és az játék során minden játékos kapna egyszer lehetőséget, hogy legalább a hőssel legyen. De hogyha hőssel játszott, érdemes egy kicsit megfontoltabb lenni, és nagyon magas készséget tudnál felépíteni, az az igazság. És most az, hogy kinek milyen stílusú legyen a hőssel, szerintem Darth Vader Luke Skywalker között nincs hatalmas nagy különbség, mind a kettő ilyen majdhogy nem hasonló crowd control képességekkel rendelkezik. Annyi a baj, Darth Vader lassúbb. Na, az a lényeg. A másik lényeges tipp, a Star Wars Battlefrontot úgy kell játszani, mint a régi játékokat, amelyekben nem volt célzás. Legfeljebb akkor céloz, hogyha az illető, az ellenfél nagyon-nagyon távol van. Miért? Azért, mert a célzás és a zoom és a nem zoom között nincsen különbség, nincs büntető, hogyha nem zoomolva lősz. A harmadik szem személyben lősz, akkor sincsen büntető. És azt hiszem, maga a játék igazából is van kitalálva, hogy inkább harmadik szem személyben játszunk. Egyrészt többet is látunk be, másrészt lézerfegyverek ugye nem rángatnak, és ez nagyon fontos. És emiatt egy jó tipp, egy jó javaslat, hogy ne zoomoljunk egyáltalán. Én tudom, eltelt 10 év játékokban, ahol úgy játszunk, hogy zoomolunk, és annyira hozzá vagyunk szokva, én is nagyon hozzá vagyunk szokva, hogy zoomolni kell egy adott játékban, és ez az a játék újra, ahol ezt így el kell felejteni, és nem zoomolva kell lőni, mert ha nem, akkor eléggé megnehezíti a dolgot. Miért? Azért, mert ha zoomolsz, akkor belassul a karakter, belassul célzás, belassul a karakter, és gyakorlatilag majdhogy nem egy álló célpontot nyújtasz az ellenfelednek. Viszont, hogyha nem zoomolsz, akkor rettenetesen mozogsz jobbra és balra, és ahogy észreveszem, még egyelőre az emberek többsége zoomolni akar, mikor egy reflex, ami az elmúlt évtizedek shooterei.
képviselnek. De most visszajött a Quake Arena stílus, meg a... melyik a másik? Bucket. Na, mindez. Visszajött a Quake stílus, és Unreal Tournament. És visszajött az Unreal Tournament stílus, úgyhogy nincs zoom, lehet lőni, örültem, mert nincs büntető a lövésekre, és csak céloz pontosan. Tudom, van ez a kis három vonalacska, és annak is a közepét céloznak, és annyira kényelmes, és annyira jól el fogod találni az ellenfeleket, és sokkal gyorsabb reakcióidőt is tudsz elérni, mintha zoomolnál, lőnél, és stb. A másik, amit elfelejtettem mondani a nem tetszikes videóban, ha bár nagyon tetszik, van egy játék odakint a nagy internet világában, az a neve, hogy Verdun, és ez egy másik világháborús játék, nem mellesleg, hogy a Star Wars a második világháborúból táplálkozik, annak, aki nem esett volna még le. Van odakint egy olyan játék, hogy Verdun. Na most ez a Verdun, ez egy nagyon cukorfalat játék, mert ilyen lövész árkokban játszott játék tulajdonképpen, így nem is második világháborús hőséget mondtam, bocsánat, első világháborús. És ilyen lövészárok stílusú játék, így lövészárokban kell lenni, lenyomni az ellenfelet, és ugye van ez a hot nevű pálya, nem mindegyik pálya lesz ilyen természetesen a Star Wars Battlefront-ben, bocsánat, de ebben a játékban is, ezen a pályán is felfedezhetőek ugye ezek a lövészárkok is, oh my god, hangulatot adnak a teljes pályának, és annyira jól ki van találva, tehát tényleg annyira okos ebből a szempontból beletenni ezeket a lövészárokat, mert amúgy ezek a filmben is benne voltak. Melyik részben volt ez már? Azt hiszem, hogy a második, vagyis bocsánat, a Chrono 5 hatodik részben talán? Már nem állok szabadon. És ott is benne voltak, és annyira jó hangulatot áraszt a játékban, hogy így lövészárkokban mész, keresed az ellenfelet, és a kis hülyéket, akik lövészárkok között próbálnak átugrálni, leszedet, és azok, akik a lövészárkok vonalait követed, így trükkösen kivárad, lelövöd, és tök jó hangulatot ad. Jó fedezéket ad egy nyílt terepen, végre az Isten szerelmére. Nem arról szól egy pálya, hogy mint BF4-ben is a pályáknak 80%-a, hogy tuti találsz rajta egy tetves nagy, üres nagy semmit, amin át kell futnod, és akkor egyszerre lő le helikopter, tank, repülő, csipás, és még egy szerencsétlen másik is, aki éppen arra jár, és egyszerre rénesz rád, de végre megfelelő helyekre raktak be lövészárkokat, hogy legyen fedezék a nagy nyílt puszta semmin is, hogy ez miért nem tudott eszükbe jutni már ezelőtt 150 évvel, nem tudom, úgyhogy ez nem csak a pálya hangulata és a harc hangulatához hozzájáruló remek ötlet, meg, hanem alapvetően a játék folyamatosságához és mechanikához is ötlet. És ehhez kellett egy Star Wars, azért kellett egy Star Wars, mert magán a filmben is benne vannak ezek a lövészárkok, és akkor végre hát csináljunk lövészárkokat, hát ez valami fantasztikus. Remélhetőleg ezt az apró kis ideát valamilyen úton, módon bele fogják implantálni a további Battlefield részekbe is, vagy legalábbis tök jó lenne, hogyha egy ilyen nagyobb videós így ráeszmélne, hogy itt lövészárkok lennének, és a féle videóban által nyújtott javaslatot nyújtana az EA-nek, hogy hát figyeljetek már, ezek a lövészárkok tök jó lenne, a Battlefield 5-be is belekerülnének. És a másik dolog, ugye, hogy nincsenek a gyors válaszidőt nyújtó szerverek, szóval még mindig talán 120 Hz-es szerverekkel fog futni ez a szar, bocsánat, ez a játék, és ez azért probléma, mert nem mindig találsz, ahova találsz, tapasztaltam apró lagokat, és nagyon-nagyon remélem, hogy nem tudom, mennyi lesz hátra, megjelenik egy másfél hónap, hogy ezt a ahova célzok, oda lövök hibát jó lenne, hogyha kijavítanak, legalább ezt kijavítanák, szóval, hogy tényleg oda lőjünk, ahova célzunk, amúgy, és legalább behoznának egy jobb netcode féle javítást is. Kezdve más jó hónap alatt tutira meg lehet csinálni, mert
mert most a játék egy kicsit vérzik ebből a szempontból, és a hangulat nem fog örökké megmaradni, mert előbb-utóbb szeretnénk jóvá válni ebbe a játékba, jobban célozni, jobban ismerni a pályát, és jobban csinálni mindent általánosan rajta, és nem fog örökké megmaradni a Star Wars-os hangulat, előbb-utóbb megmarad a szeretnék jól lenni, és jól játszani, és jó Darth Vader-re, és jó Luke Skywalker lenni, még stb. Úgyhogy ezen tök jó dolog volna, hogyha javítanának. Na, nagyjából elmondtam mindent, itt pedig Darth Vader leple. Még jó, úgy eszembe jutott. Furcsa dolgokat művel a pályán. Szóval ilyen lefölögi, különálló életet él, mintha spawnnak volna a lefejétileg, ezt így megcsinálták. Nagyon furcsa dolgokat művelnek azért néha a hősök. A kis ilyen grafikai hibákra, amikor a hősök így levágnak embereket, az is lehetné apró javítani. Amikor a két hős össze csap, akkor úgy tényleg érjen össze a lézerkard, mert elég furcsán néz ki, meg ez a letérdelős, ezt említettem az előző videóban, és letérdelöd a pálya végén, és így elé állok, és akkor így hello, Luke Skywalker. Kicsit furában megcsinálva. De most hát tényleg ennyi lett. Nagyon móka játszani a lépegetővel, én nem rám vagy nem beszélek. Nagyon móka játszani a lépegetővel amúgy, a célzás viszont elképesztő ilyen szörnyű. Jó fölé kell célozni, az, hogy tényleg eltaláld az embereket. És ez az egyetlen jó dolog, amit a lépegetővel kapcsolatban tapasztaltam, hogy na az tutira mindig ott van azon az egy helyen, ahol lennie kell. Leszámítva, hogy egy-két dolog van a pályán, ahol mindig ugyanott az van, de a lépegető az egyik közülük, ami mindig ugyanott van, ahol lennie kell, és mindig ott megtaláld, és becsületesen számíthatsz a lépegetőre. Ez egy tök jó dolog, és az az igazság, hogy pusztító erővel rendelkezik, a lépegető elővédekezik, nagyon szélre kell menni, mert nincs akkor az hátószöge, hogy örig eljön, de hogyha szembe egyenes és a lépegetővel is egy ilyen előbb-utóbb hozzászoknak ehhez is az emberek, hogy kell vele játszani, és egy ilyen jól számolt airstrike-ba belefutsz, akkor ott ilyen hazalmas pusztítás lesz a vége, szóval a lépegető jó móka, mert erősen megbuszolhatja a kezdeti killstreakjeidet. Azt kell mondjam, és ugye egy jó buszt a killstreakeknek további killstreak busztokat adhat, mert hogy kedvet kapsz az egészhez, úgyhogy arra játékra föl, ne felejtsétek, ne zoomoljatok, hogyha lőttök, mert sokkal effektívebben fogtok tudni játszani. A játék fun, még mindig móka. Majd meg lehet, hogy csinálunk egy videót arról is, hogy must buy, vagy nem must buy, vagyis hát megvenni, vagy nem menni, aztán még kiderül. Szóval fantasztikus jelentett a lábánál, és elképesztő, nagyon van. Köszönöm a figyelmet, sziasztok! Activation has been activated by the Revenant. Must be activated in order to stop the wiping.